A háborús tanulmányok intézete elemzői augusztus 23-ai jelentése szerint az orosz hadsereg északi csoportja hadtestein Jelentős részét Harki irányából a Kurszki régióba csoportosította át. Szakértők véleménye szerint ez arra utal, hogy az orosz katonai parancsnokság úgy döntött, beáldoz egy támadó hadműveletet a Harkivi régió északi részén, hogy választathasson az ukrán fegyveres erők Kurszk régióban végrehajtott hadműveletére. Bár az Orosz Föderáció egységeinek egy részét áthelyezte a Kurszki régióba, az orosz csapatoknak Elegendő humán erőforrása van ezen a területen a támadások folytatásához, hangsúlyozta a Háborús Tanulmányok Intézete. Vitalij Hancsev, Harkiv megye megszálló adminisztrációnak vezetője adatai szerint az orosz csapatok hozzávetőleg 50 települést tartanak ellenőrzésük alatt Harkiv megyében, és 57 település teljes egészében azon járások határain belül vannak, ahol a Háborús Tanulmányok Intézete megfigyelte az orosz csapatok előre nyomulását. Eközben a Kurszk régióbeli beli Szudzi közelében az intézet elemzői az ukrán erők kismértékű előretörését rögzítette. Az augusztus 22-én közzétett földrajzi hely meghatározási fotók azt mutatják, hogy az ukrán erők a közelmúltban tovább nyomultak Ruszka-Konopelka déli részén Szudzsitól keletre.